Elsőként egy nagyon kedves régi pályatárs ismerőstömet, Lenkei Beát kérem, hogy ragadja magához a mikrofont, Bea online van, és nem is mondok róla semmit előre, mert mindent el fog majáról mondani. Parancsolj be, a téd a mikrofon. Sziasztok, Lenkei Beatrix vagyok. Én az egészségügyi szektort tudnám segíteni, hogyha valaki erre igényt tart. Magamról annyit mondanék, hogy a bankszektorban kezdtem a pályafutásomat, ami úgy vezetett az egészségügyhöz, hogy a medicina egészségpénztárnak lettem a vezetője. Azt követően, hogy befejeztem a broker pályafutásomat, innen ismerem Nórát is, azért mondta, hogy pályatársak vagyunk, voltunk, biztos a jövőben is azok leszünk, és az egészségpénztáron keresztül kerültem bele az egészségügybe, amit nagyon megszerettem, és úgy érzem, hogy meg is találtam a helyem. Ezt követően a Lantos Csaba és a Futurmed által tulajdonult Telki Kórház Kft.-nek lettem az ügyvezetője. A Budakeszi úton volt a járóbeteg rendelése, biztos többen ismeritek, mert elég nagy rendelő volt. Attól idén váltunk meg, az Istenhegyi Klinikának adtuk el, és most egy felkérésnek, szintén régi ismerősök által tett felkérésnek elegettével, jelenleg a Neumann Labornak vagyok a marketinges értékesítési igazgatója, mert a lakossági piac felé is szerettek volna nyitni az intézményi ügyfeleken túl. Ezen túl a életmóddal és anti-aginggel is foglalkozom, ami így a szívem csücskévé vált az elmúlt években. Elvégeztem Amerikában egy anti-aging specialist képzést, ami tudomásom szerint jelenleg egyedülálló Magyarországon, ami az anti-agingnek nem csak a, ami közismertebb a kozmetikai oldalával, hanem inkább az életmód beli hatásaival is foglalkozik. Ez, amit én tanultam, amilyen iskolában én jártam, az alvás, étkezés és mozgás hármas pillérre épül, és azt gondolom, hogy manapság nagyon nagy szükség van erre, hogy ezzel is foglalkozzunk, mert aki ugye belül egészséges, az kívül is vélhetően szép marad, vagy szebb marad. Én szerintem ez egy nagyon trendi dolog is most, ahogy elnéztem a tőkeportálba résztvevő cégeket, azért sokan ezt, ha nem is közvetlenül, de egy kicsit közvetetten ezt a dolgot célozzátok meg. Úgyhogy én bárkinek szívesen segítek a marketing oldalról is, szakmai oldalról is, mert azt gondolom, hogy most én egy olyan mesdjén mozgok, aminek van egy kis egészségügyi tudásom is, és gazdasági is, tehát én ezt próbálom a saját pályám során is kihasználni, és nektek is szívesen segíteni ebben. Köszönjük szépen, Bea. Hát azt hiszem, hogy ez teljes mértékben érthető volt. Tehát egészségügy, általában véve hazai egészségügy, egészségügyi rendszer, intézményrendszerben a Bea rendkívül tájékozott, hogyha nem tudja valaki egy egészségügyi startup esetében, hogy milyen szakértőhöz, hol érdemes fordulni, azt gondolom, hogy Bea minden bizonnyal teljes kompetenciával le tudja igazítani, és ez az anti-aging téma, az nem csak azt jelenti, hogy a nők kevesebbnek akarnak látszani, mint ahány évesek, hanem, ahogy Bea az előbb elmondta, egy rendkívül komoly tudomány épül most már erre, és egyszerűen az egészséges életvitelről van szó, hogy ebben elmélyülni nagyon is ajánlatos mindenkinek, és ezt egyre több startup is magáévá teszi, ezt a domaint, ezt a piacot, úgyhogy ez ügyben is a Bea az egyik legképzettebb hazai szakértő. Köszönjük szépen, hogy itt vagy elünk!